Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemléletű coach és vezető képzésének a vezetője. Ebben a tudatmódosító sorozatunkban megnézünk 5-6 percben különböző menedzsment technikákat, eljárásokat, módszereket, szemléletmódokat. A mostani alkalommal pedig erre a két provokatív kérdésre keressük a választ, hogy mire vágysz és mitől félsz. És hát bármit is jelenthetne ugye egy ilyen kérdés, vagy ilyen két kérdés, és most nem bármit jelent, hanem azt nézzük meg, hogy hogyan kockáztatunk az életben, és hogyan hozunk döntéseket. És azt remélem, hogy a 6. perc végére picit tisztában fogod te is látni azt, hogy mi alapján hozol meg döntéseket, és lesz arra egyfajta keretrendszered, hogy hogyan lehet jobb döntéseket hozni. Ehhez még fogom idézni a Yale Egyetemnek egy kutatását is, de az alapfelállás az az, és nem csak pénzügyről van szó, de most pénzzel foglalkozom, és remélem, hogy a végére kiderül, hogy egyáltalán nem csak pénzről van szó. Az alapfelállás az az, hogy tegyük fel, adok neked 100 000 forintot, ennek nagyon örülsz, de azt mondom neked, hogy dobjunk fel egy pénzt, és hogyha fej, akkor kapsz még 100 000 forintot. Ha írás, akkor viszont nem kapsz semmit. Ez az egyik lehetőséged. A másik lehetőséged, hogy adok neked még 50 000 forintot, tehát lesz 150 000 forintos, és nem vacakolunk itt ilyen pénzfeldobással. Melyiket választod? Az emberek 90%-a, és én is közéjük tartozom, a biztos 150 000 forintot választja. Minek kockáztatnék, hogyha biztosan az enyém lehet ez a 150 000 forint? Nem kockáztatom meg azt, hogy esetlegesen 100 000 forintom legyen. Másik felállás, kapsz tőlem 200 000 forintot, ennek még jobban örülsz, és megint elkezdek pénzérméket feldobni. Ha fej, akkor tied a 200 000 forint, ha írás, akkor elveszek tőled 100 000 forintot, és csak 100 000 marad. Választhatod ezt, vagy pedig automatikusan levonok 50 000 forintot tőled, és csak 150 000 forintod marad. Melyiket választod? Az emberek 90%-a is, én is, itt most a kockázatosabb utat szokta választani. Dobáljuk azt az érmét. Miért van ez így? És majd el fogom mondani, hogyha tesz ki a döntési mechanizmusunkra. Azért van így, mert utálunk veszíteni. És sokkal inkább hajlamosak vagyunk nagyobb kockázatot vállalni azért, hogy elkerüljük a veszteséget, mint kockázatot vállalni azért, hogy valamivel több legyen, és növeljük azt a nyereséget, ami ugye biztonságosan, már esetlegesen a másik úton a miénk lehet. A Yale Egyetem kutatói ezt majmokkal is megcsinálták, főemlősökkel, és képzeljétek el, hogy betanították a majmokat, adtak nekik érméket, és gyümölcsökkel korrumpálták őket, tehát az érmét becserélhették gyümölcsökre, és különböző színű gondozók voltak azok, akik esetleg duplázták a gyümölcsöknek a számát, vagy megfelezték, vagy épp elvették. Tehát ugyanez szerint a módszer szerint. És a majmok pontosan ugyanígy döntöttek. A majmoknak a többsége kisebb kockázatot vállalt egy nagyobb nyereségért, és sokkal nagyobb kockázatot vállalt a nagyobb veszteség elkerüléséért. Most a helyzet az, hogy ez nem csak a tőzsdén van így. Állítólag ott is így van, ahhoz nem értek, hanem így van az életünk nagyon-nagyon sok területén. Ha egy új karrier vagy egy új állás megmozgat bennünket, akkor nehezebben mozdulunk ki. A biztosat nem szívesen engedjük el, nem szívesen adjuk fel. Kerüljük a kockázatot, félünk. És időnként, a másik oldalon, irreálisan sok ideig ragaszkodunk egy rossz döntéshez. Tegyük fel, hogy elkezdtünk egy vállalkozást, és nem túl fényes a szénája, és minden mutató azt mondja, hogy ki kéne belőle szállni. És nem szállunk ki. Reménykedünk a csodában, megfordulnak a trendek, valami történik, és nagyon sokáig benne maradhatunk abban a vesztes, rossz pozícióban, mert félünk a változtatás, hogy még az a pici is elvész, ami a miénk, és ezáltal általában sokkal többet veszítünk. De ez igaz lehet valamilyen romboló kapcsolatra, vagy bármilyen más dologra az életünkben. Kockára tesszük az egészségünket, az egzisztenciánkat, mert félünk elengedni azt, amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, vagy már a miénk, vagy már nagyon beleéltük magunkat. És becsüljétek meg, mert nem szoktam tanácsot adni, coachként különösen nem, de most adok egy tanácsot. Vállaljatok egy picit több kockázatot a jóért, és kicsit kevesebb kockázatot a veszteség elkerüléséért, akár a jövő héten is.